A tiszafüredi természeti járók bakancslistáján biztosan ott található a Tisza árterében álló 100 éves fa, amelyről mindenki tudja, hogy jóval öregebb 100 évesnél. Az is közismert, hogy a fa gyalogosan csak akkor közelíthető meg, ha a Tiszató a téli vízszintre van beállítva. Ezt a lehetőséget használta ki február 2-án egy kis csoport, hogy többféle képrögzítő eszközzel felszerelkezve megkeresse és megörökítse a nevezetes fát. A túrán Andrási Lőrinc, Balasi Béla, Fodor László, Kis Balázs és Szendrei Csaba vett részt. Az általuk készített felvételekből láthatnak most egy összeállítást. Kellemes tavaszias időben indult útnak a kis csapat, hogy megnézze az ősöreg Andrási Lőrinc szavaival élve matuzsálemi korú 100 éves fát a Tiszától nem is nagy távolságra. A csapat több tagja járt már ott korábban, és pontos GPS koordináták is rendelkezésre álltak. Így pontosan tudták, hogy merre induljanak a Nagyhíd, vagyis a Tiszafüred Poroszló közötti közúti és vasúti, ebben az évben már a kerékpáros közlekedésre épült híd előtt, a folyó bal partján indultak lefelé néhány száz méterre. Egy kis üzemi hídig autóval is el lehetett jutni, majd szintén néhány száz méternyi gyaloglás következett, először jobb, kitaposott úton, majd a cserjék ágai és fák között. Ez a terület az úgynevezett ártéri erdő, amiről még 1992-ben a Tiszafüredről Dióhéjban című kiadványban dr. Harka Ákos így írt. A mocsárrétekhez hasonlóan az ártéri ligeterdők is átmenetet képeznek a vízi és szárazföldi élőhelyek között. Olyan területeken jönnek létre, amelyeket hosszabb, rövidebb ideig rendszeresen elönt a folyók tavaszi áradása. A mélyebb fekvésű részeken főként fehér fűzből és fehér nyárból álló puha faligetek alakulnak ki, amelyek a tartós elöntést is jól bírják. Az ártér magasabb felszíneit valamikor tölgy és kőris ligetek uralták. Egy 2008-ban keletkezett tanulmány Olá Marian és Tóth Csaba írása így fogalmaz. A tározó erdőit összességében folyamatos átalakulás tájidegen fajok túlsúlya jellemzi. A szegély zónákban a gyalog akác válik meghatározóvá. A Tiszát a tározó kialakítása után erdészeti kezelés nélkül felnőtt erdő újulatok kísérik. A felnövő nyárasok felújulását nehezíti az agresszív gyalogakác térhódítása, a süntök és a vadszőlő lepel árnyékoló hatása. Az öt lelkes túrázó mindegyike erdőt mezőt járó ember, így pontosan tudták, hogyan kell felkészülni egy ilyen útra. Réteges öltözet, ahogy a meteorológusok mondják, csizma vagy bakancs, és fontos a fejfedő is, mert véd a szél ellen, és soha nem lehetett tudni, hogy mi esik onnan fentről az ember fejére. Az út elején látszott, hogy itt egykor szekérrel, majd autóval is jártak. A két keréknyom között a bakháton még fűcsomók is voltak, amelyekbe bele lehetett törölni a sáros csizmát. A 100 éves fához közeledve azonban már elveszett az út, egy-egy talpalatnyi hely volt csak, ezért érdemes volt a földre nézni. Ha a tapasztalatlan kiránduló csak lefelé nézett és nem figyelt előre, akkor az arcába s a szemébe csapódott egy-egy gaj. A növény és állatvilág február eleje lévén még téli álmát aludta, de azért a zöld moha vagy a terjeszkedő taplógomba jelezte, hogy van itt élet. Amíg a kis csapat küzdött az ágas-bogas cserjé és ajnövényzettel, addig a drónnak könnyebb dolga volt fentről nézhetett szét néhány nappal ezelőtt. Jamento.com
www.tisaartery.com. Nem volt szívderítő, amit látott, szürkeség uralta a tájat, amiben több volt a fehér, a fák koronája, a befagyott tócsák jege. Életnek nem volt nyoma, se len, se fönn, nem mozdult semmi. A látvány alapján idézhetjük Vörösmarty Mihály előszavát, most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült. A 100 éves fáról köztudott, hogy biztosan több mint 100 éves, a jelenlévő szakember 130-150 évre becsülte. Fajtája szürke nyár, egy hibrid növény, a fehér nyár és a rezgő nyár hibridje. Gyorsan és magasra nő, elérheti a 40 méteres magasságot és a 1,5 méteres törzsátmérőt is. Jó lett volna egy ilyen fát látni a helyszínen, de a csapat tudta, hogy csak a 100 éves fa romjait fogják megtalálni. A törzs még állt, de indák, ágak takarták el, mint egy szemérmes menyasszonyt, de közelebbről látszott, hogy nem menyegzőre vár a Matuzsálem, hanem temetésre. Egykor magasra nyújtózó, két erős karja a földön hevert, látszott rajtuk, hogy az idővas foga rágta szét őket. Szóba került, hogy a vadszőlőt el lehetne távolítani a törzs mellől, de ehhez több ember, több órás munkájára lett volna szükség. Az optimisták reménykedhetnek, hogy a tavasz ad még erőt a 100 évesnek, és egy kis hajtás még előbújik valahonnan, de a szakember már nem bizakodó. Most hallgassák meg Andrássy Lőrinc növényvédelmi szakmérnök gondolatait, amit a 100 éves fa nekrológiának is tekinthetünk. Mai napon kiérkeztünk egy matuzsálemi korú olyan fához, amelynek történelmi léptékkel mérhető kora van, és a korábbi időszakokban is igencsak egy tájékozódási pontul szolgált. Hosszú éveken keresztül tudomásom szerint nem járt ide senki. Én valamikor az 1977-79-es években láttam meg először, már hajszál pontosan nem tudom. Egy vadász kollégával érkeztünk akkor ide be, és ő mondta nekem, hogy ez egy 100 éves fa. De azt mondja, már korábban is 100 éves fának hívták, tehát az én számításom szerint ez minimum 130, de inkább 150 éves fa. Úgy tudom, hogy a 19. század végi katonai térképeken is szerepelt ez a fa, mint tájékozódási pont. A oroszlóiak is, vagy a túloldalról is, ha Tiszán átkeltek, itt még annak idején földút vezetett az örvényi gyümölcsösökhöz is, és hát egyáltalán Tiszafüred megközelítéséhez is egy támpontot nyújtott ez a fa. Sőt, azt hiszem valami huszároknak szóló térképen is szerepelt, mint tájékozódási pont annak idején. Amikor én ezt először megláttam, akkor is már egy elég nagyméretű odú volt a fa dereka, illetve felső harmadahoz közelítetten, és ebben egy villanásnyira kiugrott belőle, utólag tudom, hogy ugrott és nem kiröppent belőle, mert akkori kolléga azt hitte, hogy lehet, hogy bagoly volt, de kiderült, hogy egy anya vadmacska ugrott ki belőle, miután megbizonyosodtunk róla, hogy utána kipillantott két kis vadmacska ebből az odúból. Tehát a vadmacska szeret ilyen faodúkba kölykezni, és hát otthont adott neki ez a fa akkoriban. Ez egy valószínűleg szürke nyár, amelyik a fehér nyár és a rezgő nyár kereszteződéséből létrejött, és ilyen jellegű fák állítólag csak Európában és Ázsiában élnek. Egyébként a fűszafélék családjába tartozóan van legalább 99 féle nyárfa, kínai fehér rezgő
fekete nyár, stb. Nem sorolnám. Ennek különlegessége az, hogy meg tudta élni ezt a matuzsálemi kort. Hatalmas, hát tonnákban mérhető ágai törtek le különböző időszakokban, már nagyon sok évvel ezelőtt is. Tehát itt már nem tud kimagaslani az ártéri erdőből, de minden esetre ez egy tipikus szép példája, hogy állva falnak meg a fák, de olyan területen, ahol nem veszélyeztetnek senkit, illetve ha éppen akkor nem jár erre valaki, de hisz nem hiszem, hogy a viharos időben éppen itt tartózkodjon valaki. Tehát ha nem lakott területen és főleg nem iskolák közelébe helyezkedik el egy ilyen fa, akkor a természet csodája, hisz más élőlényeknek elpusztulásával otthont nyújt és életteret biztosít. Életteret biztosít még egy újabb fának is, mert előfordul, hogy a korhat elázott részben, mikor már bomlik a szerves anyaga, ráhullik egy másik nyárfának a magja, és ott kikel, kicsirázik, és újabb élet sarjad belőle. Annyiból sajnos, hogy nem látogatható, hisz a megközelítése rendkívül nehézkes, hisz az özönnövénynek számító ámor és más kőr is különböző fajú növények teljesen dzsungellé tették az ártéri területet, ami végül is nem baj, hisz ez a terület egy természetvédelmi terület, ahol hát a mindenféle élőlényeknek helye van. Azt kell még erről a fáról tudni, hogy a megközelíthetősége a Tisza hídtól déli irányba, délkelet, délnyugati irányba nagyjából egy nyúlgát mentén haladva érhetjük el, mert nagyon sokan nem tudják, sőt a régiek is, akik ismerték, már nehezen találják meg, mert a környezete teljes mértékben megváltozott. Én még javaslom azért, hogy akik tehetik, nézzék meg, mert méreteiben is csodálatos, meg pusztulásában is, hisz sok fiatalabb korú fát is látunk derékba törve a Tiszártéren, pedig még várhatóan csak szélsőségesedik az időjárás. Mint ahogy most is viharos szél fúj, valószínűleg ez behallatszik a mikrofonba is, és hát előfordulhat, hogy még fa is törik le. Mint ahogy jártam, ha ezt elmondhatom, még egy szentestén nálam hagyomány, hogy minden szentestén nem puskával, hanem takarmánnyal mentem a vadakat etetni az ártérre, és hát időnként fel is ültem csak megfigyelni őket. Aztán előfordult, hogy egy hatalmas hűzfog ketté tört. Bementem, kiszórtam a takarmányt, és jöttem volna haza, mert rám is kalapszott a feleségem, hogy szentestén azért fel nem merjek ülni. És hát bedőlt előttem a fa, de annyira, hogy teljesen elzárta az utat, és nem tudtam kijönni, úgyhogy a karvastagságú ámorba kellett vágni egy külön kis utat, hogy kiszabaduljak. És hát ugye másfél-két óra múlva értem haza, és gondolta a feleségem, hogy csak felült, és nem hallgattam a szavára. Na, egy kis kitérő után el kell mondanom, hogy még az elmúlt évben felkerestük, és kis Feri barátommal, akivel mértük a kerületét, és a 6 méteres zsinort alig tudtuk körbehúzni rajta, mert annyira benőtte, behálózta már a vadszőlő inda, hogy problémás még a ilyen módon való megközelítése is. Csináljunk róla még jó néhány felvételt, hogy az utókornak meg tudjuk mutatni, és lássák, hogy ez a fa sokat tudna beszélni az elmúlt időszakokról, akár még a háborús eseményekről is, hisz ez alatt megfordultak tényleg katonák, sőt még huszárok is, ahogy a történelemkönyvből tudni vélem. Tájékozódási pont ez még mindig a vadászoknak is. Egy idős vadőr társam, aki már nem él, Jávorszky Kálmán is elmondta, hogy ő már csak ismeri ezt az árteret,
és amikor ide bejárt, akkor időnként neki is egy tájékozódási pont volt, de amikor egy hatalmas köd ráereszkedett, akkor több alkalommal mindig csak az élő Tiszához jutott, és nagyon nehezen tudott innen kikeverni. Tehát javaslom még egyszer füredieknek is, akik tiszafürediek, hogy tudják, hogy ez a fa, ez egy országos jelentőségű fa, amelyik mint természeti érdekesség is számottartóan még sokak érdeklődésére számíthat.